áthúzva a régi jár, alatta az új. Nagybetűkkel, számokkal, minél figyelemfelhívó módon hirdetik az akciót a legtöbb üzletben. Sokan ugyanakkor csak arra figyelnek fel, mennyivel lett olcsóbb az általuk megvenni kívánt termék, annak már nem járnak utána, mi volt az eredeti ár. A leértékelést megelőzően ugyanis elképzelhető, hogy a kereskedő megdrágította az árut, hogy nagyobb legyen aztán a kedvezmény. Az e-féle trükközéseket hivatott megakadályozni, az az uniós szabályozás, amely jövő év május 28-án lép hatályba az egész EU-ban. Ezt követően, ha árleszállítás történik egy terméknél, ki kell írni az eredeti árat is. Nem azt az árat kell feltüntetni, ami előző nap volt a terméknek az ára, hanem az árleszállítás előtti 30 napban a legalacsonyabb ár, ami volt. Tehát ha pár órára volt mondjuk egy online kereskedésben legalacsonyabb az ár, akkor ezt a legalacsonyabb árat kell feltüntetni, ez lesz az eredeti ár, és ehhez képes kell feltüntetni a százalékos csökkentést. Vannak ugyanakkor kivételek, úgy mint a gyorsan romló és közeli szavatossági idejű termékek, ahogy a szolgáltatásokra sem vonatkoznak majd az új szabályok, amelyek célja az árváltozások egyértelmű kommunikációja a vásárlók felé. A 35 percnek nyilatkozó szakember egy másik fontos dologra is felhívta a figyelmet a leértékelésekkel kapcsolatban. Fontos azt tudni, hogy attól, ha egy terméket, amire garancia vagy szavatosság vonatkozik, áleszállítás során vásároltunk, akkor azzal ezeket a jogainkat nem veszítjük el. Tehát ugyanúgy vonatkozik rá a garancia és a szavatosság is. Más kérdés, hogyha van olyan eset, amikor az áleszállítás például azért történik, mert egy termék hibás volt. Ilyenkor viszont fel kell tüntetni, hogy mi az a hiba, ami miatt olcsóbban adta a kereskedő ezt a bizonyos, mondjuk garancia alá tartozó terméket, és akkor csak erre a hibára vonatkozóan veszíti el a termék a garanciáját. A közelgő Black Friday kapcsán arra intett a Békeltető Testület elnöke, hogy tájékozódjunk az árakról például az internetes árkereső oldalakon. Most ugyanis még nem érvényesek az új akciókat érintő szabályok.